Zorro, 68. rész, a zsarnok lelepleződik, magyar hangok. Borbély László, Makai Sándor, Menszátor Magdolna, Kárpáti Tibor, Szabó Otto, Simon György, Illyés Barna, Kristóf Tibor. Magyar szöveg Kálmán Judit, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Kertész Andrea, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából az Átrium stúdióban készült. Garcia őrmester, üljön le, kérem. Ide? Mellén. Legyen ebből egyet, őrmester. Biztosíthatom róla, hogy kiválóak. Adjon végre tüzet, kapitány úr. Hallottam, mit mondtam? Bocsánat kéréssel tartozom önnek. Sejtelmem sem volt róla, hogy így végszolgál. Sí, 3 hét múlva lesz 12 éve. És gondolt már a visszavonulásra? Nem, én szeretem a katonáskodást. De arról csak tud, hogy jogában van leszerelnie 12 év után. Igen, de nincs szándékom van. És gondolt már arra, hogy földet vegyen? Földet? Nincs nekem arra pénzem. Nincs is rá szüksége. A törvénykezés elrendeli, hogy a katona ingyen kapjon földet, ha leszerel. Nem hallottam még erről. Higgye csak el. Most? Hogy látja a leszerelés dolgát? Hát, még mindig szeretek katonáskodni, uram. Meg vagyok lepve, őrmester. Azt hittem, hogy vágyik már a nyugodt otthoni létre. Igen. Szinte látom a szemeim előtt. Jóságos úrként ül Haciendája udvarán, ami Los Angeles társasági életének központja. Ön mindenki kedvedze, ön Don Demetrio Garcia. Don Demetrio López Garcia. Őrmester, ön a barátom. A tiszta szívjóság vezet. Komolyan, excellenciás uram. A legjobbat teszi, ha visszavonul. Kötelessége elfogadnia a felajánlott földet. Azt mondja. Igenis, az volna. Ezzel példát mutat a többi katonának. Felbátorítja őket, hogy tegyék meg ugyanezt a szívességet a királynak. Értem, a királynak, uram. Adios, Don Demetrio. Magát, excellenciás uram. Ne aggódjék miatta, Mendoza. Tudom én, mit csinálok. A törvény kimondja, hogy a parancsnok elkobozhatja azon személy vagyonát, akit árulással vádolnak. A vagyon, melyre éppenséggel gondolok, jelenleg még Don Cornelio Esperoni. És árulással vádolják? Ezt nem lesz nehéz bebizonyítani, vagy így, vagy úgy. És miért adná a vagyont Garciának? Garcia őrmester lesz olyan jó, hogy megőrizze nekünk. Miután ez az egész affér elcsendesedik, nem lesz nehéz feladat elvenni tőle. Úgy ám. Don Demetrio López Garcia. Diego, szép jó napot, kedves barát! Jó napot, őrmester! Térjünk be az ivóba egy korty borra! Teszi? Vegye baráti gesztusnak! Te is jöhetsz, barátom! Halljam, őrmester! Milyen alkalomra iszunk? Kedves barátom, a mai nap, pontosabban néhány perce úgy döntöttem, hogy netán leszerelek és beköltözöm egy olyan asziendába, mint az önöké Don Alejandroé és az öné Don Diego. Nem tudtam követni.
Lenne szíves megismételni? Sí, mi sem könnyebb. Néhány perccel ezelőtt úgy döntöttem, hogy visszavonulok és beköltözöm egy haciendába. Don Diego, úgy fest, hogy... Kérem, őrmester, hadd fizessek én. Kivételesen. Köszönöm, Don Diego, megengedem. Mondja, hogy értette azt az előbb, hogy kap egy haciendát? Hát nem vagyok tisztában a részletekkel, de egy jó barátom, az excellenciás úr, Señor Basilio, mindent elintéz nekem. Önnek barátja, Don Basilio? Sí, jaj, Don Diego, nagyon kedvel, még meg is követett, és azt mondta, hogy hűszolgálatom jutalmat érdemel. Maga viccel velem. Nem, Don Diego, sose tennék ilyet. Hát én ezt nem értem, őrmester, de nagyon örülök a dolognak. Gratulálok. Köszönöm, Don Diego. Lesz mit? Ez a férfi úgy követi, akár egy szolga. Mindnyájan szolgák vagyunk. Ki a kötelességé, ki a szépségé. Jól érzi magát, őrmester? Sí, Señor Basilio. A bor is sokkal jobban esik a torognak velencei pohárból. Komolyan? Velencei? Észre sem vettem. Hát... Az én szemem csak egyfelé néz, Señorita Monétára. Köszönöm. Halljam, őrmester, mi mindent fedezett még fel? Bocsásson meg, Don Cornélio, de szeretem bátorítani az embereimet a szép iránti érdeklődésre. Ez nagyon helyes, szenyor. Őrmester, bátran nézzen körül. Köszönöm, Don Cornélio, de erre nincs szüksége. Ugyan már, ne jöjjön zavarba, őrmester. Végső soron leendő háztulajdonosként meg kell tanulnia, mi a vendég szeretet. Azt ott nézze meg, kérem. Jöjjön velem. Ezek a gyertyatartók gyönyörűek, és gyertyafénynél az ön szeme is aranyszínben csillog. Halljam, őrmester! Ön szerint hol készültek a gyertyatartók? Frankonban. Igazán eredetiek. Milyen kár, hogy mi hadilábon állunk a franciákkal. Ez aztán egyszerűen szemkápráztató. Jöjjön, drágám. Micsoda kézműves munka. Még kidolgozott részletek. Így szépség csak egyetlen országban keletkezhetett. Hol, őrmester? Angliában? Igen. Angliában. Spanyolhon ellenségénél. Őrmester, szívből sajnálom, hogy eféle megnyilatkozásra kényszerít. Señor Basilio! Egy pillanat, Della Vega, drágám. Tényleg sajnálom, hogy szét kell oszlatnom ezt a kellemes hangulatot, pedig oly élvezetes este várt ránk. Sajnálom. Nem értem, mit akar. Don Basilio, úgy látom, szemet vetett bizonyos vagyontárgyaimra. Nem én, Don Cornélio, hanem a spanyol király. Ez az ezüstkészlet, a gyertyatartók, és még sok más... amire az őrmester bizonyára rátalál. Mind szigorúan ellentétesek a törvény előírásával. Excellenciás uram, tudjuk, hogy ez a törvény idejét múlt. A törvény sosem idejét múlt, és mint ilyet be kell tartani. Cornélio Esperon, kötelességem letartóztatni az ellenséggel való kereskedésért, ön vétkes a csempészés bűnében. Hűtlennek bizonyult a királyhoz. Ez igazán nevetséges. Mendoza kapitány úr! Uram, ön tréfál!
Sajnálom a történteket, higgy el, sajnálom. Nem volt választásom. Kötelességem végrehajtani a törvényt. Apám! Excellenciás uram! Señor Esperon le van tartóztatva. Vezess el! Ne menj! Minden rendbe jön, leányom. Diego, vigyázzon rá! Señor de la Vega, hajlandó tanúskodni a tárgyaláson? Eljön? Számíthat rám. Helyes. És bocsássam meg, señorita, szívből sajnálom, hogy ezt kellett tennem. Kérem, látogassa meg atyát bármikor. Jó ét. És természetesen tisztában van vele, hogy a törvény szellemében ezt az haciendát és a hozzátartozó földeket el kell koboznom. Ó, majd elfelejtettem. Gratulálok, őrmester! Ön fedezte fel ezeket a holmikat, úgyhogy mindez önt illeti, amikor leszerel. Nos, őrmester, a holnapi kihallgatást illetően tudja, mit kell mondania, ugye? Én nem vádolhatom Don Cornelio csempészéssel, amikor itt Los Angelesben mindenki rendelkezik, nem spanyolomban készült holmival. Ezt meg sem hallottam, őrmester. Nem baj, akkor is igaz. Ez bizony nagy baj. Mert ha igaz, akkor maga is bűnös csempészet tárgyában. És akkor ezért az életével fizet. Halálbüntetést mérne rám? Miért? Maga, mint parancsnok helyettes, kijelenti, hogy mindenki kereskedik az ellenséggel. Akkor maga is bűnös csempészés tárgyában, mert segítséget nyújt ehhez az erkölcsi fertőhöz maga, lajhár. Dehogy is! Soha, kérem! Ezért én magát fellógattatom! Álljon fel, ha az úr beszél magához. Őrmester, én remélem, hogy a beszélgetésünk nem volt kellemetlen. Nem, dehogy is, uram. Remek. Szeretném, ha megértené a helyzetet. Ha vall Don Cornelio ellen, akkor őt kivégzik, maga pedig megkapja az összes földjét, vagyonát. De ha azt vallja, hogy Don Cornelio hazaárulása errefelé bevett praktika, felakasztatom. Világos? Sí, señor Basilio. És ha megemlíti bárkinek is a társalgásunkat, akkor is az vár magára, mint az előbb. Felakasztatom. Most elmehet, őrmester. Excellenciás uram, a Don Cornelio hazárulónak bizonyul, valóban kivégezteti? Természetesen. De az ilyeneknek csak akasztófa való. Üdvözlöm, Reyes káplár! Jó estét, barátaim! Jó estét, Don Demetrio! Hívjuk csak őrmesternek, vagy simán Demetriónak? Ez parancs, őrmester? Csak kérés. Köszönöm, Don Demetrio! Mit iszunk? Gyerünk! Valahogy nem vagyok már szomjas. Köszönöm, szinte nagyon kedves, de nincs egy hasam se. Ez így helyes, Don Demetrio. Bár a barátja, señor Basilio garantálta, hogy kifizet mindent, amíg maga meg nem kapja a vérdíjat szegény Don Cornelioért. Jó estét, őrmester! Jó estét, Don Diego! Neked is ott? Üljön le, Don Diego, kérem, üljön le! Igazán kedves! Parancsol egy kortbor, Don Diego! Nem, köszönöm. Szeretnék pár szót váltani önnel. Köszönöm, Don Diego. Tudtam, hogy igaz barátom. Bizony, az vagyok. És remélem, ön Don Cornelio barátja. Ó, igen, Don Diego, higgyen nekem! Pompás! Tudtam, hogy nem fog ellene vallani. Próbáljon megérteni, Don Diego. Muszáj lesz.
Jól látja, őrmester, nem értem önt. Magyarázza meg a döntését. Az a helyzet, hogy... Folytassa. Sajnálom, Don Diego. Ami muszáj, az muszáj. Ezt már értem. Don Demetrio. Bocsásson meg, de szólít a kötelesség. De... Semmi de. Nem értem én ezt az őrmestert. Meg kell győznöm, hogy ne tanúskodjon. Természetesen. Señor Zorro, ugye ön az? Igen, őrmester. Én vagyok. Hála az égnek. A dolgok oly fordulatot vettek, hogy akár a káplár is lehetett volna, de örülök, hogy jön az. Jól esik beszélgetni valakivel, még ha Zorro is. Rendben, őrmester, hát beszéljen. Árulja el, miért kíván tanúskodni Don Cornelio ellen? Ezt az egyet nem mondhatom el. Ilyen sokat jelent önnek egy hacienda, őrmester? Nem, nem, señor Zorro, higgyen nekem. Én boldog vagyok közönséges katonaként is. Nem látja, hogy milyen boldog. Nem kell nekem Don Cornelio haciendája. Akkor miért fogadja el? Azért, mert... Hát... Hallgasson rá. Mindössze annyit kell tennie, hogy elmondja, Los Angelesben senki nem bír ellenséges javakkal, és Don Cornelio szabad lesz. Megteszi? Ha nem vallok Don Cornelio ellen, akkor señor Basilio... señor Basilio soha nem adja önnek Don Cornelio házát. Érti már, őrmester? Nem mondja ezt, señor Zorro. Mondok mást. Ha esetleg Don Cornelio ellen val, egy hatalmas zét vágok a hátsó felébe. Tudom, señor Zorro, ahogy máskor is. Az is meg lehet, őrmester, hogy most itt kezdtem. Garcia, őrmester, hol késik az éjszakai őrjárat? Hajlandó felvenni a szolgálatot? Ne feledje, őrmester, itt kezdtem. Garcia, őrmester! Ne pofa be! Remélem, világos az álláspontom. Én a törvény hű szolgája vagyok. Imígyen szolgálom ő felségét, Spanyolország királyát. Mit sem számítanak a személyes érzelmeim. Az én szememben egy a lényeg. A törvényt megsértették, és ezt muszáj megtorolnom. Nem lepne meg, ha elkezdene sírni. Mivel ez csak meghallgatás, nem tárgyalás, mindössze egyetlen tanút várunk. Ő majd elsorolja az összes tényt, melyek a meghallgatáshoz vezettek. Fáradjon ide, őrmester! Szólítom Demetrio López Garciát! Nos, Garcia őrmester, elmondaná a saját szavaival, mi történt? Miféle hazaárulás, csempészés és egyebek nyomára bukkant Cornelio Esperon házában? Igen. Kaphatnék egy pohár vizet, excellenciás uram? Igen, természetesen. Töltsön magának, őrmester. Köszönöm. Ön számos olyan tárgyra bukkant, melyet tilos birtokolnia egy kaliforniai polgárnak. Igaz ez? Sí. És meg volt lepve, vagy tán nem, amikor mindezt felfedezte? Várjuk a válaszát, őrmester. Ön nem vesz részt a tiltott csempészésben, ugye? Mert különben ön is benne lenne a hazaárulásban.
Legyen. Én is bűnös vagyok, mert tudtam róla. Tudod róla? Tisztában van azzal, mit beszél? Sí. Tudod róla, az alkirály és a kormányzó is, ők is kereskedtek az ideérkező hajósokkal, ez mindennapos gyakorlat. Bevallja mindenki előtt, hogy hazaáruló. Igen, excellenciás uram, mert könnyíteni akar a lelkét. Ha bárki megmozdul, szenyor Basilio halott. Mindenki maradjon nyugton! Bölcsen mondta, szenyor. Folytassuk tehát a vallomások sorát itt mindenki füle hallatára. Észrevettem, hogy ez a kabát, amit visel, rendkívül finom gyapjúból készült. Honnan van? Hol szőtték ezt a gyapjút, excellenciás uram? Angliában. Tovább, excellenciás uram. Ez mi? Egy kiváló óra. Őrmester, ön szerint hol készül? Svájcban. És ez a szép brokát honnan van? Halljuk. Hol készítették? Hadd magyarázzam meg. Hol készítették? Ez francia. Legyünk méltányosak, szenyor. Tételezzük fel, hogy a pantaló spanyol. Excellenciás uram, most is fenntartja az ítéletét, hogy ön, az őrmester és Don Cornélio egyaránt hazárulóknak tekinthetők? Nem, uram. Na hát, hallod ezt? Nem bűnös. Akkor nem is kell itt állni. Gyerünk! Zorro! Mendoza! Mendoza, vegyen le! Vegyen le! Katonák! Utána! Kapják el! Intézzék el! Lőjenek! Utána! Ne hagyják, hogy elmeneküljön! Katonák! Rendezte Hollingsworth Smalls. Johnston McCulley Zorro történetei alapján a forgatókönyvet írta Murray Hill és Bob Whaling. Fényképezte Gordon Abel. Zenét szerezte William Lava.